Még egy utolsó eligazítás, és kezdődhet is a téli közösségi futás Bátaszéken, egy igazán tavaszias időben. Talán ezért is vettek részt ilyen szép számban a sportolni vágyók az eseményen. 7 és 14 kilométeres táv között választhattak az indulók. Nagyon szeretek mozogni, és úgy szeretném mutatni az embereknek is, hogy ilyen alkalmakra eljönnek, akkor egy kicsit megmozgatják magukat, utána meg lehet, hogy rá is szoknak, és akkor az emberek egészségesebben élnének. A közösséget is szolgáljuk ezzel, hogy ezt a kis bevételt azt behagyjuk, és akkor mindig ezek a futások úgy vannak szervezve, hogy mindig egy ilyen valamilyen közösségnek jut a bevétel. Én nem nagyon edzek, de most már a többiek már néha befűznek, hogy járjak ki edzeni, és egy kicsit, úgyhogy én azt a 14 kilométert csinálom. Hát ilyen Bonyhád Bátaszék futásra, meg ilyen félmaratonokra el szoktam menni, de csak úgy. Drommer Gyula a 7 kilométeres távot választotta. Szoktam járni a Bátaszéki triatlonra, amit szintén a Péter rendez, meg hát ugye a faddombori versenyre szoktam járni. Hát, hogy futni szoktam edzeni, nem versenyekre, ilyen amatőr versenyekre szoktam járni. Nagyjából ennyi. A kisebbikre megyek, mert az a biztos, meg nem akarok sárba futni, de ez egy jó magyarázat arra, hogy igazából a hetet azt látom futni, a 14-et is, csak az biztos nem esne olyan jól. Talán előbb-utóbb többen is lesznek. Jó lenne, hogyha 100-an lennének, nem csak 50-en, de hát remélem egyszer ezt is elérjük. A nevezési díj 1500 forint volt, az ebből befolyt bevételt a város óvodájának ajánlották fel. Mi a helyszínt biztosítjuk, némi elemózsiát, ugye a futás végén egy forró teával, szendvicsekkel, némi zöldséggel, hogy stílusosak legyünk, az egészséges táplálkozást is szimbolizáljuk, és természetesen azzal, hogy mi itt megszervezzük, meghirdetjük a rendezvényt. Jótékonysági futásról van szó, mindig valakinek próbálunk segíteni, elsősorban helyi szervezetnek, ezúttal a városi óvodára esett a választás, nagyon szép számmal neveztek az idén, bizonyára köszönhető ez a jó időjárásnak is, hiszen a téli futásról van szó, de majd nagyon kellemes tavaszias időjárás van, nagyon sokan érkeztek, volt, aki kerékpárral, volt, aki csak sétálja a távot, de természetesen nagyon sok futónk volt, és talán kuriózum, hogy ezúttal több négy lábú is érkezett, úgyhogy ők is teljesítették, vagy a 7, vagy a 14 kilométeres távot. Bár nem volt igazi verseny, a 7 kilométeres távon az első helyért nagy küzdelem alakult ki. A befutó a 10 éves Matejcsek Vajk lett, kenterbe verve a felnőtt indulókat. A 7 kilométeren mentem, és megpróbáltam az elején egy picit ráhúzni egy 5-10 méter előnyt, és ott a tetején ott láttam, hogy elég közel vannak, meg se álltam inni, rögtön futottam lefelé. Láttam, hogy elég szoros, és mögöttem vannak, ott meghúztam picit a végére, és hát sikerült behúzni így első helyen. Budai Andrea és Kőkúti Szabolcs is rövidebb távot választottak, némi nehezítéssel. Mi a 7 kilométeres távot választottuk, mert ugye most először a kutyákkal jöttünk a közösségi futásra, mert mi fontosnak tartjuk, hogy a sportot, és hogy azt hirdessük, és azon kívül, hogy nagyon jó itt lenni, hogyha csak annyit érünk el, hogy legalább egy ember úgy gondolja, hogy elkezdi a futást, vagy bármilyen sportot, akkor szerintem már többet kaptunk, mint amit szerettünk volna. Hogy kifáradt el? Szerintem mi jobban. Ők hajtatatlanok, nyughatatlanok, húznak, és tetszik nekik, és még mindig mennének. Nehezebb, mert nagyon jó tempót diktálnak, úgyhogy erősen kezdtek, és erősen fejezték be. Nagyon jók, ügyesek. Ezóta második nagyobb futásuk, egy volt Baján, 2 kilométer, hétre még nem indultunk, de hát kevés volt. Jó esett. Ilyen gyorsan emelkedőn én még biztos, hogy soha nem futottam fel, úgyhogy megvannak az új edzőtársak. Hát magasra teszik a mércét, az biztos. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal összejövünk, tehát ez a Pétertől egy hatalmas dolog, hogy ezt mindig megszervezi. Tehát minden évszakban szerintem van egy ilyen közösségi futás, és most már Bátaszéken is van egy futócsapat, jelenleg még egy baráti társaság, Cikádor Runners néven megyünk most, aztán majd várunk újabb tagokat. Szent Péter az esemény szervezője is beállt a futók közé.
két barátomot, egyet Pécsről, egyet pedig Budapestről azért úgy csaltam el, hogy én is futok velük, különben nem terveztem, de hát akkor be kell tartani az ígéretet. Eljöttek ők ilyen távolságra, akkor futottam velük egyet, és nem bántam meg, mert tényleg csodálatos volt az idő. Jó a társaság, közben elbeszélgettünk jókat, és jól éreztük magunkat, és ez a cél. Nem tudom hányan vagyunk, de többen, mint eddig bármikor. Ennek örülök, hogy most már 3 éve elkezdtük ezeket a futásokat, és egyre többen vagyunk. Most már ugye kutyások vannak, kerékpárosok vannak, gyaloglók vannak, ebből még lesz valami a végén. A következő közösségi futást várhatóan valamikor tavasszal szervezik majd meg.